Akkor a tavaszi kerti munkákról tartott előadást az érdeklődőknek dr. Nagy Béla címzetes egyetemi tanár múlt kedden. Sorra vett az ilyenkor aktuális teendőket, kezdve a veteményes megtervezésétől, a gyümölcsfák meccésén át a fagyvédelemig. Ahhoz, hogy a kertbe gyönyörködhessünk és nyáron, illetve ősszel szép terméseket takarítsunk be, ahhoz bizony már télen gondolkozni kell arról, hogy mit vessünk, hogyan vessük, honnan tudunk beszerezni szaporítóanyagot, és hát kezdjük meg a munkát minél hamarabb. Most azt hiszem, ez az év megtréfel bennünket, mert sokkal hamarabb eljött a tavasz, gyakorlatilag alig volt tél, néhány nap volt csak úgy, hogy az éjszakai hőmérséklet a mínusz hőmérséklet alá süllyedt. A legfontosabb dolog az, hogy tekintsük át a kertünket. Ha a hűvös hideg idő alkalmával nem volt nagy kedvünk megnézni a növényeinket a kertbe, sőt, elég sok csapadék volt, azért a talaj sáros volt, föltétlen nézzünk szét, mert meg kell nézni, hogy vannak elpusztult növények, különösen a gyümölcsfákon elhalt hajtások, vagy elfagyott hajtások, vagy esetleg a talajból nem borult ki egy-két kisebb csemete, azokat vissza kell ültetni, illetve a fákról az elhalt ágakat le kell vágni, de nagyon figyeljünk arra még, hogy tulajdonképpen március és április is hozhat olyan fagyokat, amikre az egyes gyümölcsfafajok például érzékenyek, őszi barack, sárga barack, és ezeknél nagyon óvakodjunk attól, hogy az egészséges hajtásokat is eltávolítsuk akkor, mikor a beteg, illetve az elhalt hajtásokat vágjuk ki a fákról. A kora tavaszi fagyok ellen is védekezni kell mind a gyümölcsösökben, mind a veteményesben. Jelenleg a fagy komoly károkat okozhat a kajszi termésben, emelte ki. Ez az időszak már meglehetősen veszélyes, mert azok a télálló fajok is, amelyek egyébként normál télidőben, tehát december, január hónapokban akár a mínusz 20 fokot is átvészelik, ilyenkor már január vége, február közepén megindul a netkeringés a fákba, illetve a télálló növényekbe is, és azok a cukrok, amelyek télen a fagyállóságot biztosítják, oldott állapotba kerülnek is, így gyakorlatilag a télállóság, hogy úgy mondjam, elveszik. Na most éppen ezért, ha a prognózis szerint még jönnek éjszakai fagyok, nem vagyunk könnyű helyzetben. Meg kell próbálni a fagyérzékenyebb növényeinket védeni, fátyolfóliával, esetleg mulcsal vagy szalmatakarással. Fóliával is takarhatunk, de arra vigyázzunk, hogy azt el kell hamarosan takarítani, mert nem levegőznek a növények, és így könnyen elpusztulhatnak. Tehát nem vagyunk könnyű helyzetben, nagy üzemekben alkalmaznak még öntözést, permetező öntözést, amikor a lehulló víz, mikor megfagy, akkor hőt szabadít föl, és ezáltal némileg 1-2 Celsius fokkal emelhetjük a gyümölcsösnek a hőmérsékletét. Füstölés is elfogadott, csak nem könnyű megoldani úgy, hogy a füst szélcsendes leszálló áramlás során betakarja a gyümölcsfáinkat, és ezáltal a nem, hogy ilyen időben megpattant rügyeket, hanem már a virágzásnak indult fákat is meg tudjuk védeni, hogy ne fagyjon el a virágzat, és legyen termés. Sajnos ezelőtt már éveken keresztül előfordult olyan eset, hogy elfagytak a korán virágzóak, itt elsősorban a kajszi barackra gondolok. Arra is felhívta a figyelmet, hogy már veteményezhetünk is a konyhakertekben, de egyelőre csak fagytűrő zöldségféléket. Vannak olyan növényfajok, amelyek a mi klímánkon is elviselik a késő koratavaszi fagyokat. Ezek általában a levélzöldségek,
Ilyen a petrezselyem, a sárgarépa, a zöldborsó, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan kedvelünk, és szívesen fogyasztunk. Na most ezeknél a növényeknél van egy olyan lehetőségünk is, hogy úgynevezett télávetéssel állítsunk elő korai zöldségféléket. Ez azt jelenti, hogy még mielőtt a kemény őszi télelei fagyok be nem köszöntenek, ezeket elvetjük, és akkor, hogyha a tavasz esetleg csapadékos, és a normál esetben nem tudjuk ezeket a zöldségféléket elvetni, akkor ezek az úgynevezett tél alá vetett növények sokkal hamarabb az asztalunkra kerülhetnek. De nyilván ennek van kockázata, de érdemes megpróbálni kiskertekben. Nem sokat kockáztatunk legfeljebb, hogyha nem sikerül, akkor tavasszal még mindig újra tudjuk vetni.